Olcsóbbak a szolgáltatások, viszont kiváló minőségű munkát végeznek a Szabadkai Nordent Fogászati Központban. Ezért jönnek és térnek vissza nem csak a hazai, hanem a külföldi páciensek is. Több ismerős jár Szabadkára fogászatra, csak jót hallottam, pontosságot, kedvességet, és ugye mindenki stresszel a fogászattól nagyon, ez nem utolsó szempont. A Szabadkai Nordent Fogászati Központ tíz évvel ezelőtt egyetlen fogorvosi székkel nyitotta meg fogorvosi rendelőjét, de már akkor az európai ügyfelek volt a célcsoportjuk. Mára a rendelő komoly központtá fejlődött, és a fogászati turizmus élvonalába tartoznak a régióban. Azokban az országokban, ahol magas az életszínvonal, mint például Norvégia, Finnország, Svédország, a fogászati szolgáltatások akár ötször többe kerülhetnek, mint Szerbiában. A fogászati szolgáltatásokat igénybe vevő külföldiek élen járnak a szabadkán eltöltött éjszakák számát figyelembe véve, hiszen sokan tíz napot is eltöltenek a városban. Ez idő alatt körbejárhatják a város és a környék nevezetességeit. Ami még érdekes, hogy ezeknek az embereknek, akik főként Norvégiából érkeznek, a mi áraink nagyon kedvezőek. Így ezáltal a vendéglőink, éttermeink is hasznot húznak az egészségügyi turizmusból. A Szabadkai Idegenforgalmi Szervezet a Nordentel együttműködve hamarosan norvég és olasz nyelvű kiadványokat készít Szabadka és Palics nevezetességeiről, hiszen ebből a két országból érkeznek a legtöbben az észak városba.